Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Traditionspflege. Es ist wichtig, die Kultur zu pflegen. Verschleppung der Ungarndeutschen. Gedenkfeier in Bayer. Die Laternen zum Martinsumzug werden schon gebastelt. Das Theater geht in die Schule. Vertreter der deutschen Minderheit und Pädagogen werden angesprochen. 1990 wurde in Bonhard der Deutsche Nationalitätenkulturverein gegründet. Die Seele des Vereins ist der Chor, der seine wöchentliche Proben in dem vom Verein getragenen Deutschen Haus hält. Es werden hier auch Treffen, Musik- und Tanzabende veranstaltet, sowie Schülergruppen und deutsche Gruppen empfangen, um die Heimatstube und die Traditionen vorzustellen. So wird dafür gesorgt, dass das ehemalige deutsche Bauernhaus immer voll vom Leben ist. A Bonyhádi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület nem csak Bonyhád város, hanem a környék falvainak német nemzetiségi lakosságát is összefogja. Elhivatott munkájuknak köszönhetően a Bonyhádi Német Ház nem csak múzeum, hanem élettel teli közösségi tér is. 1990-ben egyesületet alapítottunk. Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület lettünk. Az egyesületnek a mozgató rugója, a motorja, a lelke, a kórus. De vannak szimpatizánsaink, pártoló tagjaink, támogatóink. Nem csak Bonyhádról, hanem a környék településeiről is. Cikóról, Nagyványokról, Bonyhádvarazsról, Kisdorogról, Teverről. A kórus tagjaink is innen a környező településekről jönnek össze. Az egyesületünk finanszírozása a mai napjaink nagyon fontos kérdése, ezért szeretném elmondani, hogy a Bonyhádi Német Önkormányzat és a Bonyhád Város Önkormányzata pályázat útján támogatja a kórusunkat, az egyesületünket, és így a Német Házat. A kapott összeget nem csak a Német Ház rezsijére fordítjuk, hanem más egyéb tevékenységre is, ehhez még különféle pályázatokat is nyújtunk be. A pályázatainkat több-kevesebb sikerrel, de általában elég nagy sikerrel hajtjuk végre, melyeknek a segítségével meghívjuk a környék kórusait, tehát itt a házban élet van. Vannak kórus találkozók, jönnek ide a házba gyerekek, tanulócsoportok, kirándulócsoportok, úgyhogy főleg ebben a tavaszi, nyári, őszi időszakban igen forgalmas a Német Ház. Itt lehet kérni tájházlátogatást, vezetést, amit itt megkapnak a gyerekek. Az egész napi tevékenységüket itt tölthetik az udvaron, mindent a rendelkezésükre bocsátunk, sőt segítünk is nekik. Szeretnek jönni, és azért ez az ifjúság szempontjából, akiknek ezeket a hagyományokat szeretnénk átadni, ez nagyon-nagyon fontos. A kórusunk és az egyesületünk életéből szeretnék néhány nevet kiemelni. Az egyik Rittinger Antal neve, ő mind a Német Ház megvásárlásában, renoválásában és a kórusunk, egyesületünk életében nagyon nagy szerepet játszott. Elnök volt, majd nyugdíjba vonulása után tiszteletbeli elnök lett. Jelenlegi egyesületünk elnöke Jenei Józsefné Marika, ő már 6. éve szívvel, lélekkel végzi ezt a tevékenységet. Működésüket, kulturális rendezvényeiket, egyesületi programjaikat pályázati pénzekből finanszírozzák. Az utolsó két pályázati eredményünkből szeretnék megmutatni két dolgot. Az egyik a ruhánk. Pályáztunk új ruhára, és így az egyesületünk egy picit megújult, tehát mi ebben vagyunk most, ebben az új ruhában. A másik eredményünk pedig, szeretném megmutatni, ez a kórusunknak a legújabb CD-je. 20 dal szerepel rajta, 10 egyházi és 10 német népdal. A pályázataink lehetővé teszik azt, hogy minden évben egyszer egy nagyobb kirándulásra menjünk a kórussal. Nagyon sok helyen jártunk már külföldön is, jelenleg Magyarországon keresünk nagyon jó helyeket, általában olyan helyeket, ahol vannak testvérkapcsolataink, testvérkórusok, testvéregyesületek, ahol találkozunk, összejövünk és nagyon-nagyon vidám, jó kis estéket rendezünk. A legutolsó alkalommal Szent Gotthárdon voltunk az Őrségben, Ausztriában is van egy testvérkapcsolatunk, sajnos most jelenleg nem mehettünk oda át,
de az őrségben nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Ezek a kirándulások mindig arra adnak lehetőséget, miután ez egy több napos, tehát az esték, főleg az esték, arra adnak lehetőséget, hogy beszélgessünk egymással, nagyokat nevessünk, mosolyogjunk, megismerjük egymásnak a gondolatait, énekeljünk, táncoljunk, hát és a zene mindenek előtt, ami mindig itt szerepet játszik. Az Egyesület fontos szerepet vállal a Bonyhádon és környékén élő magyarországi németek közösség erősítésébe, a hagyományok és a nyelv életben tartásában. Auf dem Platz vor dem Gymnasium Béla dem Dritten in Bayer wird seit 1995 den zum Malenki-Robot verschleppten Batschkan gedacht. Im Gebäude des Gymnasiums wurden nämlich die aus Nordbatschka und Südtransdanubium verschleppten Deutschstämmigen gesammelt. Von hier wurden sie dann zum Bahnhof von Bayer getrieben, wo sie nach der Einwaggonierung Richtung der sowjetischen Zwangslager losfuhren. Die Gedenktafel aus rotem Marmor wurde dank der deutschen Selbstverwaltung Bayer und der Selbstverwaltung der Stadt Bayer an der Mauer des Gymnasiums angebracht. A hírhet 0060-as számú parancsra gyűjtötték össze és hurcolták el Malenki robotra a magyarországi német származásúakat. A II. Világháborút követően több ezer magyar civil esett szovjet fogságba és került ki a Szovjetunióba. De mindaz, ami Magyarországon a II. Világháború utolsó hónapjaiban, valamint a háború után történt, nem volt egyedi jelenség, hanem a megszállt területeken folytatott szovjet politika szerves részét képezte. 1944 telétől sorra alakultak a hadifogoly gyűjtőtáborok hazánkban is. A bajai 3. Béla gimnázium is ilyen gyűjtőtáborrá alakult. Magyarországi német származásúakat kényszer munkára szervezték meg. Úgy volt annak idején, hogy ha csak egy német, vagy egy csepp német is van az ereikben, tehát ha a nagyapja, vagy őkapja, vagy nagyszülője német hangzású neve volt, az már németnek számított, és egy Malenki robot nevezetű úgynevezett kis munkára hajtották össze a németeket, a környék németségeit itt a Bácskában, és a Tolnában és a Baranyában, és ez az épület, ez a gimnázium épülete gyűjtőtáborként működött, és azért helyeztük itt ezt az emléktáblát. Tehát így gyűjtötték össze, napokig itt voltak, és innét terelték őket a bajai vasútállomásra, és ott arra vagonokba tömködve, meghazudtolva ezt a kis munkát, meg ezt a nem nagy tevékenységet, hogy így fejezem ki magamat, Ukrajnába, Donyeck medencébe hurcolták. Az én nagyapám is, a Vanc nagyapámat nem ismerhettem meg, mert ott van valahol elkaparva egy tömegsírban. 44. december 22-én volt ennek a parancsnak a kiírása, tehát karácsony előtt már elkezdték az embereket gyűjteni, és így következő év január végéig kb. 30 ezer németet küldtek kényszermunkára a környékre. Természetesen ez a Délbácskában, Jugoszláviában is ugyanilyen politika folyt, Romániából is, vagy még többen. És az az érdekes, hogy ahogy ugye a hadsereg, a szovjet hadsereg ment nyugat felé, így csökkent a Malenki robotra összeszedett emberek száma. Nálunk egy fiatal történész dolgozott ezen, úgyhogy a nyugati ország részben majdnem senkit nem hurcoltak oda. Tehát valószínű, meg elő volt írva, hogy mennyi létszámra van szükség, ezt feltöltötték. Ha nem volt elég német, akkor bárkit összefogdostak, akik találtak az utcákon, és utána már állítólag nem volt ilyen Malenki robotra elhurcolás. A bajai 3. Béla gimnázium előtti téren 1995 óta emlékeznek meg a Malenki robotra elhurcolt bácskai német származásúakról. A vörös márványból készült emléktábla a bajai német önkormányzat és Baja város önkormányzata jóvoltából került a gimnázium falára.
Zwickau im Komitat Tulnau war Anfang des 20. Jahrhunderts noch die bedeutendste Kleingemeinde mit deutscher Bevölkerung im Talboden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der größte Teil der deutschen Einwohner zur Zwangsarbeit verschleppt oder ausgesiedelt. Für die wenig Hiergebliebenen ist aber die Pflege ihrer Sprache und Traditionen bis zum heutigen Tage sehr wichtig. In der Zwickauer Moor-Pelzer Grundschule bereitet man sich schon Anfang November für den traditionellen Laternenumzug am Martinstag vor. Die deutsche Nationalitätenselbstverwaltung und die ansässigen Ungardeutschen unterstützen engagiert die traditionspflegenden Veranstaltungen der Schule. Die Drittklässler der Deutschen Nationalitätengrundschule von Zwickau basteln schon ihre Laternen zum traditionellen Martinsumzug. Katona akart lenni. És segített egy koldusnak. Elvágta a köppenyét és a felét odaadta neki. És az ember már püspökké akarták tettetni őt, és meg elbújt a libák közé. Aztán a libák elkezdtek gávogni, és megtalálták Szent Mártont. És így Szent Márton püspök lett. Én ezt a mártonnapi lámpást úgy csináltam, hogy ilyen föntről lefele, meg lentről fölfele ecsett mozdulattal befestettem. Megvártam, amíg megszárad. Utána ráragasztottam a libát, meg a leveleket, és kötöttünk rá ilyen szalagot. In der Schule spielt der Nationalitätensprachunterricht eine äußerst wichtige Rolle. Die deutsche Selbstverwaltung und die lokalen ungarndeutschen Einwohner unterstützen die traditionspflegenden Veranstaltungen der Schule. Also unsere Schule ist eine Nationalitätenschule. Hier lernen alle Kinder von der ersten Klasse bis zur achten Klasse fünfmal in der Woche Deutsch. Und wir haben noch eine Stunde deutsche Volkskunde. Wir sind sehr mit den Bräuchen und Traditionen verpflichtet. Und wir machen auch jedes Jahr, wenn es die Umstände erlauben, einen Martinsumzug, das mit den Eltern und auch mit dem ganzen Dorf zusammen. Dieses Jahr haben wir noch das Erlaubnis, die Eltern einzuladen und auch die Interessenten aus dem Dorf. Wir machen jedes Jahr einen Umzug im Dorf mit Laternen, die Kinder schon vorbereitet haben. Mit Gesängen gehen wir jeder Klasse mit der Lehrerin und mit den Eltern einen nicht ganz weiten Weg, aber doch in Dunkelheit, damit es auch schön und auch harmonisch und stimmungsvoll ist. Und dann haben wir, dieses Jahr haben wir ein neues Programm. Wir haben die Idee gehabt, dass die im Haushalt übrig gebliebenen oder die nicht mehr gebrauchten, aber noch im guten Zustand aufzufindenden Becher in die Schule bringen können, die Kinder, und wir versteigern sie oder wir verkaufen sie, und die Einnahmen gehen dem Schul. Diese Stiftung wurde deshalb gegründet, damit die Kinder beim Ausflug und bei den Programmen in der Schule noch bessere Möglichkeiten haben. Also sie bringen die Becher in die Schule, wir füllen es mit Tee, und dann verkaufen wir sie für 200 Forint, also für einen kleinen Betrag. Wir machen außerdem sehr viele andere Programme. Wir hatten dieses Jahr schon den Weinlesefest. Da waren unsere Kinder auch dabei.
Ich unterrichte in der Unterstufe an diesen Volkskundestunden deutsche Volkstänze. Und auch in Oberstufe haben wir die Möglichkeit, die Kinder tanzen zu lehren, diese Volkstänze. Und wir haben mit beiden Gruppen teilgenommen. Mit den hier ansässigen ungarndeutschen Bevölkerung haben wir auch gute Beziehungen. Die Großeltern sind sehr, sehr daran, uns zu helfen. Wenn wir Programme haben, dann kommen die Großeltern und machen uns Strudel oder backen uns Kuchen und alles, was wir möchten. Sie lesen es uns von den Augen ab. Also wir sind sehr, sehr glücklich, diese Großeltern zu haben und auch diese Beziehungen zu den Selbstverwaltung und auch zu den deutschen Selbstverwaltung zu haben. Die Deutsche Bühne Ungarn hat in Fünfkirchen einen Informationstag gehalten. Auf der Vorstellungsveranstaltung wollten sie vor allem die Vertreter der Branauer deutschen Minderheit und die Pädagogen ansprechen, die sich fürs Theater sowie für die deutsche Sprache und Kultur interessieren. Zur Aufführung gehört auch eine theaterpädagogische begleitende Tätigkeit, die sie gerne einige Tage vor der Aufführung in die Einrichtung bringen. A Magyarországi Német Színház, a DBU fő feladata a német nyelv és a német nyelvű színházi irodalom ápolása és közvetítése, valamint a magyarországi németek kulturális értékeinek és hagyományainak megőrzése. Színházpedagógiai programjaik során nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok színházi nevelésére, valamint törekednek az együttműködésre az oktatási intézményekkel. Mivel a német kisebbség az ország területén elszórtan él, a DBU csapata szinte minden előadásával rendszeresen járja a vidéket. A Pécsi Információs Napra a baranyai német kisebbségi képviselőket és pedagógusokat hívták meg. Nem várhatjuk el, hogy bárki bárhonnan eljön hozzánk. Ez mindig egy fontos költségtényező. Nagyon sok csoport jön hozzánk, nem csak egyes személyek, és azért mondjuk buszbérelni az egy nagyon jelentős költségtényező, és ezért mi játszunk máshol is, tehát nem csak Szekszárdon, Pécset is szoktunk. És a környéken is vannak olyan darabjaink, amiket bárhol tudunk játszani, nem kell hozzá színpad, vagy különleges technikai igények. Van néhány olyan darabunk, viszont amihez kifejezetten színpad szükséges, ezt mindig előre egyeztetjük, és szeretnénk itt elmondani azoknak, akik döntési helyzetben vannak, vagy iskoláktól jöttek, vagy pedig önkormányzatoktól, hogy milyen módon lehet minket megrendelni. Szúze Anette Hasenfuss, a Töttösi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogató tagja, a Külügyi Kapcsolatok Intézetétől elnyert sikeres pályázat eredményeképpen először az ulmi Dunamenti Svábok Központi Múzeumában, majd a Magyarországi Német Színháznál hospitált. Ich habe in der Deutschen Bühne in Ungarn hospitieren dürfen. Das IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen, hat das finanziert und hat auch die Kontakte hergestellt. Also eine deutsche Selbstverwaltung in Ungarn zum Beispiel kann mit irgendeinem Projekt oder mit einer Idee sich beim IFA bewerben und das IFA seinerseits sucht dann einen passenden Kooperationspartner, bei dem man hospitieren kann. Ich wollte mehr über Facebook und Öffentlichkeitsarbeit lernen und dann wurde der IFA-Kontakt zur Deutschen Bühne nach Ungarn in Szekszárd vermittelt. Normalerweise vermittelt das IFA uns ins Ausland, aber Corona-technisch geht das natürlich überhaupt nicht. Also durfte ich im Inland bleiben und nach Szekszárd fahren. Ja, Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne ist immer wieder schwierig für so eine kleine Selbstverwaltung wie unsere in so einem kleinen Dorf. Aber selbstverständlich wissen natürlich wir auch, wie wichtig es ist, uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Denn so viele Menschen, auch bei uns in Töttösch, wissen überhaupt gar nicht, was die deutsche Selbstverwaltung für Programme macht. Und die Frage ist, wie bekommen wir die Programme zu den Menschen und die Information, dass wir es auch verantworten. Da gibt es natürlich den großen Facebook-Anbieter, über den wir inzwischen auch vieles kommunizieren können. Aber es gibt natürlich so viel mehr. Es gibt natürlich das Fernsehen, es gibt das Radio. Und mit diesen Medien überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen und damit umzugehen, zu lernen, das war mein Wunsch. Das wollte ich sehr gerne wissen. Und dann kam natürlich noch Instagram dazu und Newsletters und
die Bühne macht so viele Sachen, das war total spannend für mich. Und vor allen Dingen konnte ich einem Programm begegnen, was relativ einfach gestaltet ist und mit dem auch ich die Post der Selbstverwaltung auf Facebook einfach optisch schöner machen kann, witziger machen kann, ansprechender machen kann als einfach nur so eine Textmessage. Und das war schon sehr, sehr spannend. A Magyarországi Német Színház repertoárja minden évadban tartalmaz klasszikus és kortárs darabokat a felnőtt és tizenéves közönség számára, egy osztálytermi darabot a középiskolás korosztálynak és egy színpadra alkalmazott mesét a kisgyermekek részére. Azokat a darabjainkat, amiket felnőtteknek vagy középiskolásoknak játszunk, azokat németül szoktuk, és feliratozzuk magyarul. És a kisebbeknek szóló produkcióink pedig nagyon sokszor kétnyelvűek. Általában a német van túlsúlyba, tehát 60-40 vagy 70-30%-ban, de kell annyi magyar, ugye a piciknél még nem várhatjuk el, hogy ők németül olyan jól értenek, vagy beszélnek, tehát annyi magyar van benne az előadásainkban, amik őket segítik a megértésben, és úgy érzik aztán a végén, hogy ők láttak egy darabot németül, és mindent értettek. 7 vagy 8 darabunk van repertoáron, plusz a zsebmese sorozatunk, amik ilyen pici, ilyen, akár egy bőrönben elférő kis produkciók, amikkel utazunk, és majd a következő darabunkat januárban fogjuk próbálni. Für heute bedanke ich mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.